Nincsen kétségem, hogy győzni fogunk, történelmi értelemben nem kicsit, hanem nagyon. Találják ki, kimondta ezt pár órával ezelőtt. Igen, Gyurcsány Ferenc. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét. A nem kicsit nagyonból könnyű kitalálni azt, hogy nincsen kétségeim a felől, hogy győzni fogunk. Ha csak ennyit mondtam volna a nézőknek, akkor nem biztos, hogy kitalálják, hogy ezt most egy ellenzéki politikus mondta. Picit az az érzés uralkodott el szerintem így a közvélemény vagy közhangulatban, hogy mintha úgy azért lenne lapos a kampány, mert hogy önök se hiszik már el igazán, hogy lehet győzni. De akkor ez nem igaz, ugye? Én? Hát szerintem győzünk. Győzünk. Hozzáteszem, a mondatnak volt egy folytatása. Azt mondom, hogy közjogi értelemben szerintem picit győzünk. Nem lesz kétharmadunk. De ha komolyan veszem a szöveget, és akkor most nem a pódiumon vagyok, és de most is politikai szöveget mondok, ez egy átkozottul szoros választás lesz, azt gondolom. Nagyon sok a tapasztalatunk, hogy ugyan figyelni kell a kutatókra, ez egy referencia, de figyelni kell és hallani kell a választóknak a hangját. Ez utóbbit én ma erősebben hallom, azt gondolom, hogy nem nagyon, de érdemben pár fős többséggel győzni lehet ezen a választáson. Hogy hallja a választóknak a hangját, ezt most az elmúlt napokban már egy pár vendégnek elmondtam, hogy szerintem ez egy csalókakép. Amikor a Szimacsarnokban, mint például ma délután egy kampányrend ne ropogtassa a csontjait. Ettől megőrülök. Hazaküldök. Kezdjük újra. Tehát az elmúlt napokban több politikusnak elmondom, hogy szerintem ez egy kicsit csalóka ez a kép. Ha ön a Szimacsarnokban, mint ma délután, a budapesti jelöltjeit mutatja be, a DK budapesti jelöltjeit, és egy kampányrendezvényt tart, akkor nyilván oda nem az ellenségei, és nem a Fidesz szavazók fognak elmenni, hanem azok, akik az ellenzéki erőkre fognak és szeretnének szavazni, és önökre kíváncsi. És ugyanez van az összes lakossági fórumon is. Ebből nem tud következtetni arra, hogy hányan gondolják úgy, hogy igen, ezekre az emberekre bízom az ország vezetését. Eddig igaza van. És akkor van folytatás? Van előzmény. 2010 óta egyikünk így, másikunk úgy járja az országot. Én emlékszem, milyen volt nekem elmenni egy lakossági fórumra 2011-ben. Hogy én, aki 2006-ban 10.000 fős sportcsarnokban beszéltem, hát 2010-ben, 11-ben örültem, eljött 50 ember. Az a hangulat, ami most van, az nagyon hasonlít már 2006 hangulatára. Nagyon. Mi nem terveztük ezt ide a Szimacsarnokba. Egyáltalán nem. Ez egy nagyon normál, akkor most nem vidéken vagyok, Berettyóújfaluban, Szegeden, Kecskeméten, hanem most akkor Pesten van egy szokásos esti programom. De hát mindenütt kinövünk mindenfajta termet. Azt mondták az én kollégáim, 10 nappal ezelőtt, hogy te Feri, ez nem fog itt menni. Hát nem tudunk olyan termet csinálni. Menjünk be egy nagyobb csarnokba. Ezt is túlnőttük. Gyakorlatilag tele volt a Szimacsarnok. Túl voltak, a folyosón álltak, oldalt álltak. Szóval tényleg nagyon-nagyon sokan voltak. Nagyon nehéz viszonyítani. Tehát én egy bolond politikus lennék, hogyha nem hinnék a közvéleménykutatóknak. És akkor mondanám ezt a szokásos hülye szöveget, hogy az nem érdekes, meg hazudnak, meg nem tudom, nem mondják meg. Nem, ez is egy fontos adat. Papírforma szerint a Fidesznek ma előnye van. Ez teljesen hát világos, de ugye? Volt ilyen már, hogy volt ilyen választás előtti időszak. De így van, máskor is volt ilyen. És közben pedig ezernyi tapasztalata van mindegyikünknek. Ilyen olyan társadalmi közegből, hogy mondják, súgják, hogy mit gondolnak az emberek, és mit mondanak ehhez képest. Én nem tudom megmondani önnek, tisztességesen a nézőknek, hogy ennek mennyi a matematikai, statisztikai valószínűsége, relevanciája. De azt gondolom, hogy ha végig gondolom ezt a elmúlt 4 évet, nincs olyan társadalmi csoport, akibe ne rúgott volna bele ez a kormány. Miért kéne a tanároknak ezeket szeretni? Miért kéne a nővéreknek ezeket szeretni? Miért kéne a közigazgatásban ezeket szeretni? Miért kellene a meggyalázott önkormányzatokban, ahonnan elvettek szinte mindent, ezeket az embereket szeretni? Földtulajdonosoknak, volt kisgazdáknak, trafikosoknak, és
mehetek még ezer fele a kultúra világában, ahol amit csinálnak az MMA-val, hát a dráma tényleg, szóval egy csíkú, egyszínű művészeti világot teremteni, az maga az antiművészet. Nem látom, hogy ki támogatna ezt a kormányt a kegyelteken kívül. Na de ennek a mondatnak is van folytatása. Azt meg tudjuk-e, hogy a tanárok, a nővérek, a közigazgatásban dolgozók, a művészek, a trafikosok, a földdel foglalkozók, földből élők, gazdálkodók, azok vajon úgy gondolják-e, hogy őket nincs miért szeretnem, mert az elmúlt 4 évben nekem semmit nem adtak, vagy elvettek tőlem valamit, de vajon ők szeretni akarják-e, tudják-e önöket? Hát, ez a legjobb kérdés, mert este nem bókolni akarok, mert az egész választás... Azt mondja, végre van egy jó kérdése. Nem, ez a választás legjobb dilemmája. Közel van azért 2010. Természetesen a választóknak van új tapasztalata a Fideszről, 2. Sok mindent felejtettek, megértettek, talán meg is bocsátották, de igaz, hogy a mi legnagyobb terhünk, hogy 2010-ben az ország lakosságának nagy többsége azt gondolta, hogy ezek nem tudnak kormányozni. Én nem ezt gondolom erről, és egy más típusú műsorban, ahol sok idő van, ezt egyszer nagyon alaposan végigbeszélhetnénk. Az adott szituációban, az adott pártstruktúrával a hátunk mögött, itt most magamról beszélek, ilyen kódoltam, egy ilyen ellenzékkel, félpolgárháborús hangulatban, hát kérem, hát 180-as IQ-val, top menedzseri képességekkel, tökéletes emberi morális adottságokkal sem hiszem, hogy sokkal jobbat lehetett volna csinálni. Ezzel együtt persze meg kell győzni a választókat, de én nem magamat ajánlom a választók figyelmébe. Azt hiszem, hogy helyesen. Nem Bajnai Gordont ajánljuk a választók figyelmébe, most gondolom, hogy helyesen. Mesterházi Attilát. Azt a Mesterházi Attilát, aki nem kormányzott 2010 előtt, aki egy nehéz helyzetből felállított egy pártot tisztességesen, azt gondolom, hogy méltó arra, hogy az ország nagy többsége azt mondja, hogy ez a fiatalember jó munkát, tisztességes munkát végzett, alkalmas arra, hogy demokratikusan kormányozza az országot. Nem tökéletes, hát én se, maga talán igen, de mi nem gondoljuk magunkat tökéletesnek. Ezt valahol olvasta? Csak azt akartam mondani, hogy ha tudom, azt kérdezik, hogy Mesterházi Attila tökéletese vagy sem, a teremtő a tökéletes. Mi meg nem vagyunk azok. És ne akarnak tökéletes miniszterelnököt, embert akarjanak, normálisat, tisztességeset, és Mesterházi ilyen. A kampányról vagy Csalóka képünk van, vagy túlon túl a vidéket járják, az országot járják, kevesebb figyelemesség a fővárosra, vagy kevesebb fővárosi esemény, a fővárosi esemény és kevesebb esemény kerül be a híradásokra, nem tudom, hogy mi az oka, de valahogy olyan laposnak, semminek tűnik ez a kampány, mintha ezért is mondtam azt, hogy lehet, hogy Csalóka a kép, de az az érzés már megszületett, kimondatott, leíratott, hogy mintha nem is komolyan kampányolnának, nem is komolyan hinnének a győzelemben, de ezt már megbeszéltük. Igen. Szóval lapos ez a kampány, vagy sem? Sokaknak kiábrándító, én sem vagyok elégedett. Ebben vannak... De mitől ilyen? Sok ügy van. A többség az rajtunk kívül áll. Igaza van azoknak, akik egy picikét panaszkodtak, bár én nem szoktam panaszkodni. Nézze, nem lehet bekerülni a magyar nyilvánosságba. Átkozottul erős jó mondatai vannak az ellenzéki vezetőknek. Bérről, egészségügyről, nyugdíjas helyzetről. Itt önökkel meg tudják ezt beszélni ebben a televízióban, de annélkül is érteném önöket. Hát itt, ha igen jól szereplünk, akkor van 4-5-600 ezer nézőnk, ugye? Ez nagyjából a önök nézettségének a jobbik fele. Van 8 millió választó. Tehát a dráma, hogy a mi pénzünkből fenntartott köztelevízió nem kérdezi meg Orbán Viktor legesélyesebb kihívóját, hogy mondja, ön mit gondol Magyarországról? Mit ajánlana? És simonoznak, és cuszvágoznak, és a bánat ugye mit csinálnak. Nem engem zavar ez, hát én ezt már tudom kezelni, ahogy látom, most Matilda is tudja kezelni. De hát ez nem egy tisztességes választás. Itt ez a probléma. Kiderülhetne, hogy ki mit gondol erről az országról, ha például lenne egy miniszterelnök jelölti listavezetői vita. Nem sok esélyt látok arra, hogy Orbán Viktor bárkivel is vitázzon, hogy Mesterházi Attilával, azt meg főleg nem, ha már egyszer kiadtak egy ilyen közleményt, akkor nem mondják, az ó tévedtünk, mégiscsak lesz vita. Kár.
Orbán egy gyáva fráter, miért kéne ezt másként fogalmazni? Egyik oldalról persze elhiszi magáról ő és a követői, hogy egy ilyen erkölcsi politikai történelmi lángoszlop itt Magyarországon, hát akinek aztán végképp nem kell, hogy bárkivel is vitatkozzon, hiszen ő maga az etalon. Hát ő hozzá képest bírjuk meg magunkat. Másik oldalról meg, bár azt hiszem Orbán már tudja, hogy óvatosnak kell lenni a kutatási adatokkal, ráfizetett most már legalább kétszer, de mégiscsak elhiszi, hogy ő biztonságban van, nem akar kockáztatni. Hát ennél hülyébb plakátot, bocsánatot kérek szépen, mint ami tegnaptól kikerült Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. A befőttes gumi meg befőttes gumi, az asztal meg asztal. Ennek a plakátnak pont ez a lényege, az üzenete az, ő a miniszterelnök ennek az országnak. Jön a választás, emlékezzetek rá, ki a miniszterelnökötök? Ő. Na de, hát nincsen ennél alávalóbb, a választókat lenézőbb, antidemokratikus üzenet. Ő volt miniszterelnök. Hogy lesz-e? Azt a választók eldöntik. Mi lenne, hogyha lenne ebben a dologban elegancia, demokratikus méltányosság, erkölcsiség? Mit erőködik, kollega? Meg van jedve? Mit nyomakodik itt, kérem szépen, mint a hetes buszon, mint aki alig fér fel ott a lépcsőkön? Lehet, hogy képileg ez rendben van. Amit üzen, az gyalázatos. Én miniszterelnök voltam 2006-ban, amikor vele szemben indultam. Eszembe nem jutott volna az a kampány, hogy most én vagyok. És kit érdekel? Who cares, mondja az angol. Van április 6-ig felhatalmazásod. Onnantól semmit nincsen, papa. Nem a nemzet kiválasztottja vagy. Nem a teremtő akaratából vagy aki. Nem király vagy. Bizonyos értelemben senkik vagyunk. Megválasztanak bennünket, és elzavarnak bennünket. És az a demokratikus politikus, aki nem érti, hogy nincsen happy end, a végén bukás van, mindegyikünk bukik, az nem demokratikus politikus. Orbán mintha ezt nem érteni. Orbán Viktor hiába fráterezi le, ami szerintem nem szép dolog, ugyanúgy nem szép dolog, mint mondjuk nem vállalni a verbális megmérettetést egy választásban, az meg a demokrácia szempontjából nem szép dolog, de az, hogy utána semmit nincs, papa, ezt meg nem tudjuk, hiszen majd én eldöntöm, hogy kinek van hatodikától valamilyen, vagy kinek nincs. Hogy miniszterelnökként most fejezi be a pályafutását, vagy folytathatja, hát erről szól ez az egész demokrácia és a választás ezen belül. És éppen ezért a választás szempontjából nem érdekes, hogy ő a miniszterelnök. Ő egyik az indulók közül. Ő is indul, Mesterház is indul, és ha jól értem, nehezen mondom ki a számon, mert nem szívesen hivatkozom új nácikra, vona tekinti még magát kihívónak. Na, ezt vegyük is el, mert ezzel nem foglalkozunk, ilyenekről nem beszélgetünk. Neki április 6-át követően nincsen több joga a mai tudásunk szerint. Bárminek is tekinteni magát, mint Magyarország egyik polgárának, egyik párt vezetőinek, nincsen közöbbi hatalma. Ha csak nem neki adnak bizalmat a választók. Azt majd megtudjuk. Szóval itt egy olyan ügy környékén forgunk, ami régóta azt hiszem békjózza Magyarországot, ennek van egy mögöttese. A magyar jobboldal szerintem legalább 2002 óta azt gondolja, hogy neki van történelmi erkölcsi felhatalmazás, hogy kormányozzon. A baloldal pedig menjen a csudába. A jobboldal, ha meg ellenzékbe kerül, akkor azt mondjuk, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Ez ennek a folyamata. És amikor a demokraták nem háborodnak fel, nem üvöltenek, és amikor jobb sorsra érdemes nénik és bácsik tegnap a pécsi Széchenyi téren éneklik Orbán Viktort várva, akinek nincsen nyilvános programja, hogy esik eső karikára, Orbán Viktor kalapjára, valahány csepp esik rája, annyi áldás szálljon rája. Hát nézze, itt az ember egy pillanatra megáll, és nem tudja, hogy nevessen vagy sírjon. Hát mi a csuda ez? Tehát lassan a legocsmányabb hortikurtusz. Mi nem akarjuk ezt. Nem akarjuk, nem szent. És gondolja, hogy azokat a pécsi embereket valaki kérte, nem, hogy énekeljék ezt? Nem, magától sétáltak ott a Kossuth Lajos utcán, megnézték a dzsámit, és ott egymásra botlottak, és azt mondta, hogy mi lenne, ha énekelnék, ami drága szeretett miniszterelnökünknek. Ez így történt, oga, higgy el, senki nem szervezte azt a 200-300-at. De miért csinálják? Ki gondolja azt, hogy egy polgári országban ez lehet?
mi Angela Merkel világához szeretnék jobban hasonlítani, nem pedig a puszirájotot börtönbe juttató Putyinhoz. Nem kellenek negédes versek a nemzet vezetőjéhez. Nem kellenek. És ne kérjük meg a gyerekeket, hogy esténként imádkozzanak a jóságos Orbán miniszterelnök úrhoz, mert övé a kenyér, a tej és a hatalom, és talán övék a mennyek országa is, mert mi nem ilyen világot akarunk, polgári Magyarországot akarunk. Megválasztható, leváltható, kritizálható, közülünk való miniszterelnökkel, aki pagyókára veti a micsodáját, a zakóját, sétál az emberek között, aki mer lakossági fórumot tartani. Én minden este úgy megyek lakossági fórumra, hogy előttem jobbikosok üvöltöznek, bent meg azt kérdez, aki akar. Mikor találkozott ilyen helyzetben a miniszterelnökkel? És maga mondhatja, hogy a gyáva fráter az nem szép kifejezés. Lehet, hogy igaza van. Ettől még gyáva fráter. Több mint 2 millió ember mégis úgy gondolja, hogy neki Orbán Viktor és Orbán Viktor által vezetett kormány az, ami ebben az országban a jót, a jólétet, a boldogulást, a idetartozást és mindent jelenti. És ez, tehát őket senki nem fizette le, ők nem bértapsolók, ők nem béréneklők egy utcán, hanem ők ezt tényleg komolyan gondolják. Ennyi ember tévedhet, rosszul láthatja a jelenét és jövőjét? 2014-ben amikor lelőtték Ferenc Ferdinándot Szarajevóban, a magyarok sokasága háborúba akart menni. Tisza István egy hétig hezitált. A többség nem ment Tiszával szembe, aki végül belévitte a háború Magyarországot. Kevesek, például Adi ment vele szembe. Kis gesztibolónak hívta a miniszterelnököt, csúnyábban beszélt róla, mint én. 4 év múlva elveszítettük a háborút, jött Trianon, szinte minden, ami nekünk fontos volt történelmileg, és Adit 2019. januárjában felravatolozták, ha jól emlékszem, a Nemzeti Múzeum csarnokában is. 2019? Mit mondtam? Rossz dátum. 1919. januárjában felravatolozták a Nemzeti Múzeumban. És 10 000-ek kísérték ki a Fiumei úrra. Az, hogy egy nemzet időnként mit gondol, és hogy mi a végső történelmi igazság, az helyenként elválik. Egy sor kérdésben azt gondolom, hogy nekünk, demokratáknak igazunk van. Lehet, hogy kisebbségben vagyunk. Nem lehet mindig hivatkozni a többségre. Mert aki a többségre hivatkozik, az olyan, mint a mággubó, amely csak zörög az őszi szélben, mondta Orbán Viktor 1992-ben. Én egy mággubót látok, akinek nem morális, politikai, történelmi erkölcsi érvei vannak, hanem a pillanatnyi többséghez igazodik hatalmi szempontból. Isten óvja Magyarországot az ilyen politikusoktól. Én már nem ismerek semmit mondani, se Adi Endrőről, se Mággubókról. Köszönöm, hogy itt volt.